Sziasztok! Bizony a jó fülűek, jó hallják, új mikrofonom van. Beruháztam egyre, mondjuk nem kell az a nagyon jó fülűnek lenni, azt hiszem érezhető a különbség, illetve hallható a különbség. Összehasonlításképp kicsit. Most a régibe beszélek? Most az új. Most a régi? Most megint az új. Most megint a régi? Most új. Most a régi? Most ismét az új. Most megint a régi? Most új. Megint a régi? Sziasztok, megint daráló. Tudom, már rég volt, biztos nagyon hiányoltátok meg minden. Úgyhogy nem is húzom az időt. A mai pálya, hát a készítő azt kérte, hogy nem mondja meg a nevét, úgyhogy nem fogom elmondani a nevét. Szóval valakinek a pályáját fogom ma végigvinni. A pálya neve az, hogy Unlucky. Hát akkor vágjunk is bele. A kezdőhely látványos, de ez a sok szószend egy kicsit megnehezíti a mozgást. Először egy kicsit eltévedtem, nem tudtam, hogy hol kell kezdeni. Van másodszor, meg harmadszor gomb, de először gomb nincs. Van egy gomb, amire meg az, ami felé az van írva, hogy 5.945.672. Van egy láda TNT-ke, meg van kezdés. Aztán rájöttem egy kis keresgélés után, hogy a második és a harmadik között van egy gomb, ami nincs felcímkézve, na azt kell először megnyomni. Légy üdvözölve az Unlucky mappon, meg egy liter water, készítette a kimondhatatlan nevű. Másodszor pedig szabályok, egy játsz easing, kettő ne törj blockot, csak ha a feladat kéri, harmadik érez jól magad, négy, negyedik ne csalj, game mode 1, x-ray, nodus, ja igen, ezek a csalások, tartsd be minden szabályt, spam pointolhatsz, úristen, time shatelhetsz. Milyen szavak vannak itt? A TNT a pont. Oké. Harmadszor pedig történet. Te vagy Csabusa, és volt a nagyon gonosz és undok Lucky, és elrabolt, és bezárt, és. Nek meg és mániája van. Tehát bezárt ide téged, de azt ő nem tudta, hogy ha megnyomod az 5.945.672. gombot, akkor kapsz felszerelést, amivel meg tudod őt ölni. De Lucky valamennyire számított arra, hogy te valahogy meg fogsz innen szökni, és ezért csapdákat állított fel a hazaút során. Tehát csapdákat. Tehát haza kell jutnom, ez a cél. Úgy látszik. Vagy az ő házához. Mert hogy én megyek és megbusszulom. Aha, oké. Eddig érdekes, de remélem, hogy azok a nagy csapdák, azok nem labirintus, mobfight, parkour lesz. Meglátjuk. Ha megnyomjuk a gombot, akkor elteleportálunk és kapunk egy Csabusa fejet, bár nem értem miért a Csabusa fejet, hogyha a Csabusának szól a pálya. Csabusának egyébként is Csabusa feje van, de a játék nem volt hajlandó betölteni a skinemet, ezért ez se nagyon látszik, sajnos. És aztán nem történt semmi. Vártam egy kicsit, de tényleg nem fog semmi történni, ugyanis hát kimásztam, utána néztem a dolognak, meg is láttam, mi a bibi. Van egy command block, benne van a parancs, tök jó, de rosszul van bekötve. Tehát nem a gombhoz van kötve, hanem a dispenserhez van kötve a repeater, már pedig az nem fogja átadni így a jelet, úgyhogy kénytelen voltam kézzel aktiválni. Mondhatnám azt, hogy végigvihetetlen a pálya, és akkor innentől immunrendszereket és nem pontokat fogok osztani, de türelmes leszek. Mondjuk, ha nem először ezt a gombot nyomom meg, akkor még végigvihetem a pályát, talán, nem tudom. Szóval egyelőre nem váltunk át immunrendszerre. Egyébként a kommandok aktiválása átteleportált egy másik ugyanilyen helyre, ahol ugyanígy rossz volt bekötve a kommandok, csak most nem Csabusa fejet, hanem felszerelést kaptunk, fegyvereket kaptunk. Akkor lássuk a kezdést. Ó, ne, Lucky lerombolta a hidat, most a megmaradt részen kell átugrálnom. Hát, hogy is mondjam, lebegő blokkok, szerintem ezt már nem is kellene sokat dumálnom róla. Tehát hiába van az, hogy ilyen vegyes blokkokból van, meg hiába van mögöttem magyarázat, aztán érezhető, hogy még mindig irracionális, tehát a nagy puszta közepén ott van egy híd és szakadék, tehát olyan, miért nem kerülöm meg ugye a kerítésen? Mármint a kerítés túloldalán. Egyébként nagyon motiváló, hogy a szörnyek figyelnek a kerítés túloldaláról. Túloldalon nyomólap. Fú, ez nehéz volt. Hát ilyen nincs, ez a Lucky elárasztotta lávával a kedvenc gyógyfürdőmet.
ehhez csak azt tudom mondani, hogyha gyógyfürd, akkor miért nem változott a láva meg a víz cobblestone-nál, hogy ne kelljen a lávába másznom. Hát... jó. Oké, egy halál után elhuntam a dologra és elkezdtem kreatívan keresni a kijáratot. Nincs kijárat. Az egyik nyomólap teleportál el, de nincsen kiemelve egyik se, szóval... jó kis szivatós rész. Az új helyen mindjárt írás fogad, gratulálok, túlélted a láva folyamat. Kicsit fura, hogy commandokkal díszíted, de nincs vele gond. A commandokok üresek. Két tábla, igen, nem, ez egy kérdés lesz. Ha meghozok a kart, akkor jön is a kérdés. Tetszik eddig a map, meg egy liter water. Hát, egyrészt sokszor látom, hogy 2P-vel írjátok, hogy map. Kérdés, azt hiszitek, hogy 2P-vel van? De komolyan, több ember. Tömegesen látom ezt, hogy a mappot 2P-vel írjátok. Nem 2P-vel van, 1P-vel van. Na mindegy. Szóval, hogy tetszik-e a map? Nem szeretem, amikor ilyet kérdeztek. Hát most megint az, hogy legyek őszinte, és megvernek, vagy megölnek, vagy hazudjak, nem is tudom. Na jó, legyünk őszinték, legyünk bátrak. Akkor edd meg makat. Minden volna jó? Köszi. Újabb kérdés, szeretem a command blokkot, igen, nem. Hát honnan a túróból tudjam? Mondjuk feltételezem, igen, mert az előző teremnek a plafonja command blokkal volt kitapétázva. A ládákban egyébként tárgyak vannak, igen, nem, mellít kívva, dizájnosan. Tetszik, tök van, néz ki, látványos. Jó válasz, és kapok jutalmat is. Itt egy darabig szórakoztam, mert alacsony a plafon, nem is olyan könnyű a nyomulapra ugrani, de ezt hagyján megoldottam, sikerült végül. Viszont nem történt semmi, de az égvilágon semmi, tehát most mi van? Belenéztem a kommandokba, üres, csont üres, tehát annyira szereti a kommandokat, hogy megkíméli a parancsoktól. Nem tudom, elfelejtette. Ez ugye azt jelenti, egyértelműen azt jelenti, hogy elkészülés után egyszer nem vitte végig a pályát. Hát ez egy kikerülhetetlen dolog, úgyhogy ez kiderült volna, úgyhogy innentől kezdve ez egy zsákutca, úgyhogy innentől kezdve immórendszereket fogok ráosztani, és nem pontokat. Tekintve, hogy a történet és a helyszínek, illetve helyszínek és helyszínek között nincs kapcsolat, tehát összefüggéstelenül egyszer fürdő, egyszer nem tudom mi, aztán hirtelen kérdések, aztán ez, tehát én nem tudom ennyiből kitalálni azt se, hogy vajon mi lehet a következő hely, ahova teleportálok. Találtam egy ilyen nagy obszidián építményt, itt még nem voltam, ez lesz a következő. Ez nagyon úgy néz ki, mint egy mob fight. Gondolom az ajtó túloldaláról kell jönni. Jaj, de kedves ez a Lucky, itt hagyott nekem egy kivégző osztagot. És egy nagy üres terem, tele szörnyekkel, hát ez fantasztikus. Bevetem Command Block Sensei tudásomat, és egy pillanat alatt eltüntetem a szörny hordát. Oké. Azt írja, a kart ragd az aranyblokkra. Nem tudom, honnan kellett volna kart szerezni, de megoldom. Azt mondja Lucky, ne, hogy jutottál át a csapdáimon, és hogy szöktél meg te? Azaz, tehát akkor én mondom. Jó tanács az ilyen párbeszédeknél, hogy új sorba kezdjétek, hogyha más beszél, mert így egy kicsit összefolyik. Tehát akkor én meg erre replikázok. Nagyon egyszerűen úgy, hogy béna vagy. És a házad is gagyi. Ja, vagy ez a földkupac a háza. Nem nagyon szereti a készítő Lucky-t, úgy látszik. És a feladat, öld meg Lucky-t. És mi van, ha csak hagyom, hogy meghaljon? Oké. Van is egy nyomónap, csak ha megölted Lucky-t. Elteleportálunk egy dizájnos terembe, ami csabusat trófeákkal van tele. Kicsit horrorisztikus. Sok tábla van körbe, hirtelen nem is tudja az ember, melyikkel kell kezdeni. A jó tanács az, hogy akkor rakjuk a játékost ahhoz közel, amivel kezdeni kell, vagy... De a legjobb az, hogyha látszódik a sorrend, mert így keresgélni kell. Szóval, a map elkészítésében segítségemre volt YouTube.com user Csabusa. Csabusa, te vagy a második legjobb vidis a világban. Ez kedves, de még csak második. Ajándéképpen kapsz ajándékot, húzd meg a kart a jobb oldalon. Van egy ezt, meg egy utána, meg ezt, gondolom a ezt-tel kezdjük. Csabusa a pro.
A másik kar pedig ad még Csabus a fejed 64-et, úristen. Érdekes módon a játék közben betöltötte a skinemet, viszont a fejen azon nem mutatja. Nem tudom, hogy elírta a parancsot, vagy ez a játék hibája. De amúgy se számít, hát minek veszem fel a saját fejemet. Pontozás. Gondolom a TNT-k alapján, oké, 34. Azt mondja 0-1 gagyi, 1-2 fagyi, 2-3 gagyi fagyi, figyelmetlen, nagyon nem figyel, nagyjából figyel, figyel, nagyon figyel, Csabusa a pro, über, super pro Csabusa menő vagy. 34. Hát van 20-30, meg van 40, meg van 40-46. Gondolom a Csabusa a pró akar lenni a 30-40-es tábla. Úgyhogy Csabusa a pró szinten vagyok. Akkor lássunk valami összegzést is. Addig kirepülök. A szivacsot nem bántjuk. Na, férjél már ki. Na, végre. Azt hiszem nem kell mondanom, hogy ez egy nagyon lelkes rajongó pályája volt, nagyon aranyos volt, nem szívesen mond rosszat ilyesmiről az embert, de őszinte leszek, mint kalandpályam. Olyan első pálya hangulat, tehát mégis megvolt a történet, de alapvetően ugye a szokott elemekhez nyúlt, hogy legyen benne mobfight. Hál' Istennek labirintus nem volt, szóval az a legrosszabb szerintem. Tehát a szokott elemekhez nyúlt. Meg az a baj, hogy úgy szétcsúszott, tehát a sztori még oké, tehát teljesen oké, hogy most valaki rosszat csinált veled, te meg bosszút állsz. Mindig ez van, egy főgonosz, akit legyőzöl, tehát ezzel nincsen semmi gond. De aztán ahhoz nem passzolt a környezet, hogy most én hol mászkálok, csak elteleportálok valahova, ott van valami, aztán hirtelen máshol vagyok megint. Szóval olyan összefüggéstelen volt a környezet. A kézikönyv óvjon. Most az új. Most a régi. Most megint az új. Most megint a régi. Most új. Most a régi.